minden olcsó. Érdekel? Isten hozott az NPM variétében. Molnár Péter Miklós vagyok, és most következzék valami egészen más. Egészen más, ugyanis most sajnos nem fogok cukorsokkot kapni, és még nagypapának sem fogok öltözni. Halló, Karcsikán, te vagy az? Viszont a birtokomba jutottak olyan információk, amiket nagyon fontosnak tartok megosztani veled. De nyugi, ez nem azt jelenti, hogy vissza akarunk ültetni az iskolapadba, csak gondoltuk, kipróbálunk egy ilyen videót is. Még jó pár videóval arrébb beszéltem arról, hogy mindenféle tartalmat szeretnénk kipróbálni. A csatorna nevünkben is a Varieté szó. Varieté? Erről szól, hogy különböző vegyes videókat csináljunk neked, és ezért extra fontos, hogy elmondd, hogy mi az, ami nagyon tetszik, és mi az, amit szeretném még látni. És igen, meghallottuk azoknak a kérését, akik jelezték felénk, hogy szeretnének még több a karanténi oktatásos videóhoz hasonló más videókat látni még. Én nem tudom, hogy miért jött be neked ennyire, hogy nőnek öltözöm, de kis utcod. Na jól van, nem akartalak zavarba hozni. Mindenkinek azt tetszik, ami neki tetszik. És remélem tetszeni fog most ez a videó is. De az, hogy tetszene, az el kell kezdjük, úgyhogy kezdjük el! Ó, igen, az internetes vásárlás szépségei. Mert hogy ma erről lesz szó. Egyre több és több és több ember vásárol online. Gyanítom, hogy te is vettél már ezt, azt. De mivel ez egy viszonylag új vásárlási forma, ezért egy csomó embernek nem volt még ideje arra, hogy kialakítsa magába azt az azonnali megítélési ösztönt, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy vegyünk valamit. Ezt úgy értem, hogy ameddig egy épeszű ember mondjuk nem vesz tévét furgonból, vagy legalábbis nem számít arra, hogy 3 éves garanciát kap rá, addig ugyanez az ember olyan online vásárlási csapdákba esik bele, mint hogyha egy ma született bárány lenne az interneten. Leesik a csapdába. Érted? Nézd, én tudom, hogy te nem tartozol ezek közé az emberek közé, de legyünk őszinték, biztos veled is előfordult már az, hogy valami nagyon megtetszett, és nagyon olyan áron adták, hogy de ezt érezted, hogy valami nem kóstol, és inkább hagytad az egészet. Én is ilyen ember vagyok. Nézelődök online, hogy melyik oldalon tudok valamit legolcsóbban megvenni, és bum, ott van az álomajánlat. De túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Szóval nyilván nem veszem meg, de felmerült bennem a kérdés, hogy? Mivel csesznek át? Ezeknek néztem utána, és ma ezt fogom elmesélni neked, hogy a retkes, hovászolt uborka levébe lehet valami ilyen olcsó. Jó ez a cucc, mi? Tetszik? Kell? Hazavinnéd? Nem. Jó van, én nem erőszakoskodom. De mi van akkor, hogyha odadom? Ingyen! Micsoda? Ingyen? Igen, ingyen! Hogyha a következő 15 percen belül megvásod, akkor ingyen van! Ingyen a hülyének is megéri, csak a szállítást kell kifizetni. Klasszik Facebook meg Instagram hirdetés. Ezt érdemes kettészedni, mert két zseniális trükk van benne. Az egyik a klasszikus, most le van értékelve, és mindjárt elviszik. Ezt minden oldal és egy csomó valódi üzlet is csinálja. Ezt ismerjük, nem annyira esünk be neki. Tudjuk, hogy ami le van értékelve, az nem biztos, hogy annyira jó üzlet, érdemes rákeresni. A Black Friday akciók itthon konkrétan erről szólnak, semmi nincs őrületesen leértékelve, csak sokkal drágább az eredeti ára, mint pár nappal ezelőtt lett volna. Ezzel kapcsolatban nem féltek senkit, valószínűleg, hogyha nem életedbe először mentél online, akkor rá fogsz keresni, hogy mennyibe kerül másik helyen. De a másik, amikor konkrétan ingyen van valami, hogy a jó Istenbe van valami ingyen? Nincs ingyen. Kell érte postaköltséget fizetni. Jó, de ez csak pár ezer forint, és hát tök logikus, hogy ennyit ki kell fizetni egy ilyen csomag küldéséért. Igen, de ezek után gyaníthatod, hogy itt valamit nem ingyen kapsz. És a kérdés itt most már csak az, hogy valójában megvennéd-e azt a gyönyörű műanyag gyöngyös karkötőt 3000 forintért ingyenes házhozszállítással? Vagy csak egy akcióhajhás szuperhősnek érzed magad, hogy én találtam egy ingyen terméket? Viszont ebben van még egy nagyon fura dolog. Hogy lehet ilyen olcsón hozzájutni dolgokhoz? Kína! Igen, a kínai tömeggyártás miatt nagyon olcsón tudnak dolgokat előállítani, de amikor rendeltem egy fülhallgató átalakítót 60 forintért, amiben a postaköltség is benne volt, és egy hónapra rá megérkezett egy olyan pukifóliás bélésű borítékban, ami amúgy 200 forintba kerülne, hogyha megvenném a papírírószerboltba, akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit utána kéne ennek szaglászni. És az igazság sajnos nagyon büdös. Azon túl, hogy pokoli, amit az emberekkel csinálnak a kínai gyárokban, azon túl a világ összes nemzeti postája gyönyörűen
egyszerűen ki van használva. Ugyanis van egy ilyen globális megállapodás, hogyha a te határodhoz érkezik egy postai küldemény, akkor ezt te ingyen továbbítod abba az irányba, ami be van küldve. Tehát Kínának ez csak addig kerül pénzébe, ameddig ki nem tolja a határain túl. És szerintem ki lehet mondani azt, hogy viszonylag kiegyenlítetlen ez az adok-kapok helyzet. Te például mikor küldted az olcsó termékedet utoljára egy kínai gyárba? Én nem azt mondom, hogy ez hú, de nagyon csúnya dolog, és kizárólag magyar emberektől vásárolj telefontokot, mert ők vajon honnan rendelik? De szerintem jobb, ha te is tudod, minek mennyi a valódi ára, és most nem csak a pénzre gondolok. Tetszik a pólóm? Annyira jó, nem? Ilyen anti-brand metal. Annyira mókás. A haverőkkel van egy ilyen pólós cégünk, ahova bárki beköltheti bármilyen pólótervét, és hogyha elegen megszavazzák, akkor csinálunk belőle egy csomó pólót, amit bárki megvehet. Annyira szuper közösségi dolog ez, nem? Nem! Ez nekem különösen fáj, mert amikor először ráteltem ezekre a weboldalakra, nagyon szimpatikus volt és majdnem rendeltem róluk. Tehát akkor mi a baj? Az, hogy amikor ilyen helyről akarsz vásárolni valamit, ahova bárki beküldhet bármilyen grafikát, általában nem a saját grafikáját fogja beküldeni. Tehát nem arról van szó, hogy ő valamit szépen rajzolt otthon, ami az övé, és ezt oda ajándékozza a közösségnek, hanem egy másik embernek, vagy egy cégnek, vagy egy művésznek a munkáját lopja el. És ezek után vajon melyik grafikát szavazzák meg, amit én rajzoltam, vagy amit mástól lopnak el? Ezt nyilván tudják a weboldal tulajdonosai is, mint ahogy azt is, hogy ez teljesen illegális, de vajon miért nem érdekli őket? A válasz a dropshipping. A dropshipping az elmúlt pár év nagy üzleti bumja volt, aminek az a lényege, hogy neked nem kell tárolnod semmilyen terméket. Te csak felteszed a kínálatodba, és hogyha valaki megrendeli azt a terméket, akkor te továbbítod az eredeti tulajdonos vagy a gyár felé. A megrendelő megkapja a terméket, amiről azt hiszi, hogy tőled vette, az eredeti eladó vagy a gyár megkapja a pénzt érte, te pedig gyakorlatilag marketingesként elteheted a különbözetet. És ha bármilyen egyedi pólót szeretnél nyomtatni, leadod a megrendelést a gyárnak, aki közvetlenül a vásárlónak küldi ki azt. Összegzésül, tehát hogyha a weboldal tulajdonosaira rárugja az ajtót a szerzői jogi kommandó, ők csak mutogatnak össze-vissza, hogy hát ezeket ők rajzolták és ők kinyomtatták, elküldték nekik, nálunk soha semmi termék nem volt, mi semmit nem csináltunk. Amúgy ez az egész szellemi termék dolog a YouTube-on nagyon katyvaszos, hogy mit lehet felhasználni, mit nem lehet felhasználni, mi a tiéd, mi nem a tiéd, pedig nagyon egyszerű, egy mondat van rá. Ezt te csináltad? Nem? Akkor nem a tiéd, és nem is csinálsz vele semmit. Hát ez nem egy mondat volt. Van nálam minden, eredeti érdekel. Ne vegyél hülye, mint a többi, miért vennéd boltba? Mi, hogy honnan van? Nem kérdezed el kicsit sokat? Az eddigi csalások almalopásnak tűnnek a most következőkhöz képest. Itt most már tényleg elég durva eszközöket használnak, és te is megütheted a bakádat ezekkel. Megszoktuk, hogy online minden ingyen van, és amikor valamit le akarsz tölteni, és pénzt kell érte adni, az nagyon fura érzés, tehát tök logikus, hogy az ember elkezd keresgélni, hogy vagy tudsz valahogy olcsóbban hozzájutni szoftverekhez. Ebben a virtuális térben szabad kezet kapnak a gyártók és a kereskedők is ahhoz, hogy őrületes leértékeléseket csináljanak. Az App Store-ban és a Google Play-ben mindennaposok az őrületes leértékelések. És ha valaha akartál PC-re letölteni játékot, biztos összefutottál már a Steam-nek az őrületes akcióival. Igen ám, de mi van, ha ez nem elég? Itt jön a képbe a g2a.com és társai, ami egy tökéletesen legálisnak tűnő weboldal, de minden termékük olyan áron, hogy rögtön bűnösnek érzed magad. Az ő trükkjük nagyon hasonló a pólóboltosokhoz, ők csak egy piactér, nem tőlük veszed a terméket. Ezekre a weboldalakra az eladó feltölti a regisztrációs kulcsot, és valójában te azt veszed meg. Viszont itt az a kérdés, hogy hogy jut ő ilyen olcsó a regisztrációs kulcshoz. Ez lehet úgy, hogy ő vállalkozásként a cégéhez vett egy csomó szoftvert, és nem volt az összesre szüksége. Ez hiteles válasznak tűnhet, hogyha operációs rendszert szeretnél venni, vagy bármilyen irodai programot, de nem tudok elképzelni olyan céget, ahol véletlenül vettek 17 000 Minecraftot. Reálisabb lehetőség, hogy leértékelésben vett egy csomót, és megpróbálja eladni most egy kicsit drágábban. Valamint az is működik, hogy újságírónak adja ki magát, és így a forgalmazó ad neki ingyenes hozzáférési kódot. És most jön a legordinálébb opció, ami nem kérdés, hogy előfordult már ezeken a weboldalakon. A tulajdonosok szerint ritkán, mások szerint nem annyira ritkán. Lopott bankkártyadatokkal vesznek játékot, és hogyha ezt te megveszed, akkor legálisan pénzt kapnak érte. És ezt úgy hívják, hogy pénzmosás.
Igen. Ebben az a gyönyörű, hogy egyszerre mindenkinek tudnak ártani ezzel. Valaki másnak a bankkártya adatain keresztül kilopták a zsebéből ezt a pénzt, és ha kiderül lopás, és ki fog derülni, akkor neked letiltják a játékot, és lehet, hogy a gyártónak vissza kell fizetni a lopott kártya tulajdonosának az összeget. Ezért vannak olyan pici játékgyártó cégek, akik inkább könyörögnek, hogy lopd le, mert te úgyse vennéd meg, viszont így ők lehet, hogy mínuszba kerülnek a kifizetés miatt. Ha már az online ingyen lévő dolgokról beszélünk, akkor beszéljük egy kicsit erről a csatornáról. Te se fizetsz azért, hogy ezt nézed. Mi se kapunk ezért pénzt. Viszont ezen tud segíteni úgy, hogy neked egy filléredbe se kerül. Például iratkozz fel, az ingyen van. Tudom, hogy te nem vagy feliratkozva. Jó, akinek nem ingyen, ne izzadjon bele. Illetve, hogyha van kedved, hatalmas segítség lenne nekünk, hogyha megosztanád olyan videóinkat, amiket szeretsz. És ha éhes vagy, de még nem rendeltél a Voltról, akkor használd az MPM Variety kuponkódot és első vásárlásodból 1000 forint kedvezményt kapsz ajándékba. És most jöjjön a legaljasabb internetes átverés, ami válogat az előzőek trükkjeiből. Én mindent tudok rólad, de te semmit rólam. Ne izgulj, hogy még csak egy telefonszám sincs, amit felhívhatsz, baj van. Ez mindig is így volt. És ez jó így. Csak nyugodtan nézz körül. Nálam mindent megtalálsz. Mindent egy helyen. Csak tőlem. Ne izgulj. Én vigyázok rád. eBay, Amazon. Mind a kettő eléggé megbízható piaccér, ugyanis maga a weboldal kínál 30 napos pénzvisszafizetési garanciát. Ami azt jelenti, hogy ha rendeltél valamit és nem jött meg, vagy nem úgy jött meg, vagy rossz, vagy van vele valami baj, akkor az eladó is közéd lép a weboldal, neked visszaadja a pénzt, és ők ezt majd megoldják egymás között valahogy. Azért itt is vigyázni kell, ugyanis hogyha 80 000 forintért veszel egy eredeti iPhone dobozt, és kapsz egy eredeti iPhone dobozt, akkor nem nagyon tudsz mire fellebbezni, hiszen te egy eredeti iPhone dobozt vettél, és meg is kaptad. Szóval érdemes alaposan elolvasni a teljes hirdetést. Amivel itt a csalók tudnak játszani, az az, hogy te nem tudod, hogy átlettél verve 30 napon át. Ezer ilyen sztori van, hogy az Amazonon talált valaki egy őrületes akciót. Mondjuk egy vadonatúj fényképezőgépet 30%-kal olcsóbban, mint bárhol máshol. Megrendeli, elküldik, a csomagküldő hivatalos weboldalán lehet látni a nyomonkövetési számot, hogy valami kavar van vele, nem sikerült kézbesíteni. Az eladó sűrű elnézések közepette újra-újra feladja. Amikor már érzi, hogy szorul a kötél a nyaka körül, ad egy ajándékkártyát. Egy igazi ajándékkártyát mondjuk 10 000 forint értékben. Akkor egy kicsit megnyúszik a megrendelő, és lehet vele tovább szórakozni, hogy jaj, mindig pont rossz helyre viszik, ki vagy nem volt otthon. Azért nem sikerül neki, mert az eladó direkt rossz címet ír rá, és hogyha egy hónapon keresztül el tudja húzni ezt a csesződést, akkor nyert ügye van. A 30 napos határidőn túl a megrendelő megkapja az üres csomagot, és itt jön rá, hogy méregdrágán vett egy ajándékkártyát, és ezt sehol nem tudja bejelenteni. Fú, nagyon ügyes vagy, nagyon jól bírod, egyetlen egy sztori van már csak hátra. Az eBay csodálatos üzletek megkötésének központja. Ha igazán hardcore leértékelés vadász vagy, ez a kezdő oldalad. A most következő történet egy másik YouTube videón alapul, amit egy Nina nevű csaj töltött fel. Ha érdekel az ő eredeti története, angol nyelven megnézheted ezt a videót, linkeltem lent a leírásban. Én nem akarok semmi sallangot rátenni, gyakorlatilag annyi történt, hogy Nina talált az eBay-en eszméletlen olcsó áron Nespresso kapszulákat. Nyilván azonnal lecsapott rá, Nespresso fogyasztók álma olcsóbban eredeti Nespresso kapszulákhoz hozzájutni. Pár nap múlva meg is kapta a kapszulákat a hivatalos Nespresso bolttól. És ajándékba kapott mellé egy kávégépet is. Teljesen egyértelművé vált számára, hogy itt valami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, úgyhogy elkezdett nyomokat keresni. Nagyon gyorsan észrevette, hogy a csomagon az ő címe van, de az eredeti megrendelő neve se nem az övé volt, ami teljesen természetes, hiszen valaki mástól vette, de nem is annak a neve, akitől vásárolta. Újra rendelt egy csomagot, pár nap múlva az is megjött hivatalosan a Nespresso-tól, és most egy ajándék tejhabosító volt benne. Megint megnézte a címet, az passzolt, de a feladó egy negyedik ember volt. És akkor jött rá, hogy ez egy klasszikus bankkártya ellopós pénzmosás, amit valójában senkinek nem áll érdekében megállítani. Ugyanis aki eBay-ről vásárolja a kapszulát, az örül, hogy olcsó jut hozzá, sőt, még ajándék kávé meg tejhabosító gépet is kap. Örül az eBay, hogy rajta keresztül veszik, örül a Nespresso, hiszen ő eladja a kávéját, és nyilván nagyon örül, akinek sikerült pénzmosnia lopott bankkártya adatokkal. Az egyetlen ember, aki ezzel rosszul jár, az, akitől ellopták ezt a pénzt. És általában kik azok, akiktől könnyen lopnak el bankkártya adatokat? Az idősek. Úgyhogy szeretnélek megkérni arra, hogyha online vásárolsz, gondold át, hogy
vajon hogy lehet ez egy ilyen jó akció? És beszélj a nagyszüleiddel arról, hogy soha, semmilyen körülmények között ne adják ki a bankkártya adatait. Mert ezek az internetes aljasságok sokkal közelebb vannak hozzánk, mint ahogy azt gondolnánk. Lehet, hogy te a tudtad nélkül segítettél egy rablónak, és lehet, hogy a nagymamád észre se veszi, hogy kirabolták, vagy nem meri bevallani, mert szégyeli. Szóval, ne legyél hülye! Ha úgy gondolod, hogy tanultál valami hasznosat ebből a videóból, akkor oszd meg másokkal is, hát ők is tanulnak ebből valamit, és nézd meg a többi videóinkat, azok sokkal viccesebbek! Buff!